Idén lép a negyedik évébe a Filmalap Inkubátor programja. Az elmúlt 3 évben 15 első filmes csapatot támogattak, 4-et már be is mutattak nemzetközi filmfesztiválokon, hazai mozikban is. Az idei Gerilla című film rendezője Kárpáti György, a vendégünk és természetesen Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója. Jó reggelt! Egy pillanatra fölkaptam arra a fejemet, amikor készültem, hogy a 15 filmből nem készült még minden, és nem is mutatták mindet be, és aztán természetesen térjünk át a filmre, csak egy picit meséljen az inkubátor programról. Az inkubátor programot azért indítottuk el, hogy az első filmesek el tudjanak indulni, megtalálják azt az utat, amerre ők menni akarnak, egy kicsit a hangjukat és a fogaikat meg tudják mutatni a nézőknek, meg a nemzetközi közönségnek. Úgyhogy ez így elindult, és nagyon jól sikerült, mert ez a 15 film, ez több mint 200 filmtervből került támogatásra. Független zsűrik vannak, és az egyik film, amit az inkubátor program során támogattunk, az Kárpáti György Mórnak a filmje, a Gerilla. Ez egy low budget program, tehát kis költségvetésű filmek készülnek, úgyhogy ez egy bátor témaválasztás. Mm. És tulajdonképpen nem is első filmes, akiről szó van, ugye, mert Berlinben, Cannesban volt korábban, és ez a film most miben más? Hát játékfilmben első film. Hát az első játékfilm. Első játékfilm. Ez egy 1849-ben játszódó dráma, egy kamaradráma, néhány fiatalról szól, akik a világosi fegyverettéte idején láthatjuk a történetüket. Aha. A történet mitől válik különlegessé? Hát az benne a különleges, hogy ugye sokszor a történelmi filmek azok ilyen nagyobb tablót mutatnak, és klasszikusabb stílusban, és ez pedig egy közelebbi perspektívából mutatja meg ezeket a fiatal szereplőket. Ugye az biztos, hogy utólagosan mindenki nagyon büszke akkor, hogy valamilyen filmet támogattak, és hogy az a díj besöpri az elvárt sikereket, de mennyire nehéz, Ágnes, azért megérezni, megszagolni azt, amikor önök láttak egy tervet, egy forgatókönyvet, egy tehetséges fiatal embert, vagy egy hölgyet, hogy ő első filmesként szeretne valamilyen támogatásban részesülni, hogy ezt megkapja az inkubátor program. Ugye itt a választás, ez egy független zsűri kezében volt, uh-huh. De a Filmalap mindig mellé áll ezeknek a döntéseknek. Itt az volt az különlegesen érdekes ebben a történetben, hogy a szabadságharc leverése után van egy csapat, nevezzük egy kis gerilla uh-huh. csapatnak, akik egy erdőben várják, hogy hát ha még szükség lesz rájuk. Ők tulajdonképpen szeretnék folytatni a szabadságharcot, és remélik, hogy hírt kapnak, hogy mehetnek tovább, és harcolhatnak. Vannak köztük sebesültek, van köztük nő, aki ápolja a sebesülteket. Egy nagyon szép történet, és ehhez van egy személyes testvértörténet is, meg egy szerelmi történet is. Ennek az egész történetnek egyébként van egy filmtörténeti vonulata, hiszen 1849-ben játszódik a Szegény legények Jancsó Miklós filmje Megtorlással. A Magyar Dezsőnek van egy Büntető expedíció című filmje, ami ugye a 60 évvel későbbi időszakot mutat be, ugyanígy a monarchia hadserege Megtorlással fordul, nem beszélve Sára Sándor 80 huszárjáról, ahol szintén a magyar lenkei század, amelyik Lengyelországban van, egyszer csak kalandos körülmények között elindul haza. Tehát ezt folytatja valahogy a Gyurinak a filmje. Ez mennyire volt tudatos, amit most hallottunk, vagy az eszedbe sem jutott, csak most így utólag az elemzésben? Nem igazán, de jó hallani. Tehát azért ezek fontosak, ezek csillagok, amikre föl lehet nézni. De hát például a Bódi amerikai Anzixot néztük, fontosak, de igazából nekem az volt nagyon fontos, hogy mai fiatalok eljátszanak 170 évvel ezelőtti embereket, és ez egy elég izgalmas játék. No, beszéljünk egy kicsit akkor a szereplőkről is, hogy kik vállaltak, kik kaptak szerepet ebben a filmben. Váradi Gergely, Mészáros Blanka, Vilmányi Bennett, tehát fiatalok, akik most kezdik a pályát, és színházban játszanak, most már filmben is egyre többször, és érdemes őket nézni. Általában egyébként az ilyen típusú filmekre jellemző, hogy olyan színészeket, olyan szereplőket foglalkoztatnak, akik szintén a pályájuk elején állnak?
Változó. Ugye itt az 1849-es szabadságharcban nyilván fiatalok harcoltak, és a Gyuri ezért döntött mellettük, egyébként szuper tehetséges fiatal színészek, de mondjuk feltűnt inkubátor programban a Szamosi Zsófi, aki már nem kezdő, vagy a Vékes Csabának a hetedik alabárdosában Nagy Ervin, aki szintén nem kezdő. Tehát ez vegyes. Ezt eldöntik ezek a tehetséges első filmesek. A világpremiér Göteborgban van, márciusban látható majd magyar mozikban is. Erről a göteborgi bemutatóról mit kell tudni? Hát ez egy első filmes szekció Göteborgban, amit még Bergmannal együtt alapítottak, és 8 film lesz a versenyben, és nagyon, nagyon várom, mert érdekel, hogy a svéd nézők, egyáltalán nemzetközi nézők mit szólnak a filmhez, és 26-án lesz az első vetítés. Úgy tudom, hogy sok néző van azon a fesztiválon, szóval egy ilyen nagy esemény. Hát nagyon szépen köszönjük, és akkor gratulálunk. Mi már eleve gratulálunk. Gratuláljunk már előre, ez nagyon nagy. Nézzétek meg, ide. És utána. Megnézzük a moziban márciustól. Köszönjük szépen. Köszönjük.